Hát azért erre nem tippelnék. Ha pedig igen, akkor vallja be. Tehát Magyarországnak tekintettel arra, hogy ha nem adott, nem járult hozzá a kegyelem kiadásához, jelentős jogi, nemzetközi jogi eszközei állnak a rendelkezésére. Ha Magyarország ezeket a jogi eszközöket nem kívánja érvényesíteni, és erre nem ad magyarázatot, hogy miért nem kívánja ezeket a jogi eszközöket érvényesíteni, mint ahogy eddig nem adott, akkor az ebből levonható következtetés teljesen kézenfekvő. Hát én nem értem, Magyarország szuverén. Van egy miniszterelnöke, így döntött. Na de miért döntött így? Milyen épp észel belátható magyarázata van annak, hogy így döntött? Mert joga volt hozzá így, hogy ez így döntsön. Igen, na, szerintem. Hát ez ilyen egyszerű. Ha Orbán Viktor itt ülne, köszönjük, azt mondja, így döntöttem. De hogy döntött? De miért? Egy kormányfő nem dönthet jogában. De nem dönt a levegő. Valami érdek mentén dönt. Nem ez a kérdés. Ez egy jogállam, tehát azért ez nem egy elnöki rendszer. Tehát ez azért fontos tudni, hogy nem dönt. Na most bocsáss meg, a köztársasági elnök, amikor kegyelme gyakorol, ez a lényeg. Köteles neked megmondani, hogy miért engedi ki azt az embert? Nem köteles. Ez a lényeg, de ez nem azonos azzal a döntéskörrel, hogy kiengedem, mint kormányfő. Orbán Viktor úgy jár el, ahogy a köztársasági elnök a kegyelemnél. Úri kedvében így döntött, és elengedett. Ez tévesen. Ez jogilag nem állja meg a helyet. Ő nem jogosult el. De nem ez a kérdés. Hogy döntött Orbán Viktor? Ahogy akart. De mit döntött? Hát azon lehet vitatkozni. De ne! Én nem tudom, hogy ő mit döntött. De hát az eredményt látjuk. De nem látjuk, mert nem tudjuk, hogy mit döntött. Én még tovább megyek. Professzor, én azt kérdezem, miért döntött így? Nekem mindig a cui prod est, az indok azért. Ha ezt kérdezted, a professzor kérdése indokolt, nem vagyunk a tényállás ismeretében. Tehát nem, mi csak találgatunk, mert sajtó és civilek vagyunk. Következésképpen nem tudjuk a valóság tartalmát, mert nem tárták elénk. Nem transzparens, és egy ilyen eljárásban a transzparencia megítélésem szerint nélkülözhetetlen. De egyébként, hogyha a 83-as jogszabály értelmében, ahogy a professzor úr az imént megtanultuk, meg kellett volna, nyilatkoznia kellett volna az azerieknek arról, hogy ők ki akarják engedni, vagy jogász, nem akarják kiengedni. Te is jogász voltál kiskorodban. Magyar államnak garanciát kellett volna kapnia erre nézve, ha megkapta ezt a garanciát, akkor ezt elő kellett volna venni. Most, amikor ilyen sokan beszélünk elő. Tehát nem kapott semmilyen garanciát a magyar állam. Ez nem egyértelmű, mert ugyan az azeri állam jogfenntartással ért ebben a kérdésben, tehát ellenjegyzést követel, csak ez nem feltétlen reciprok. Nemzetközi jogászoktól azt hallottam, hogy ez értelmezhető úgy nincs is. Mit értelmezni. Hogy, igen. Nincs mit értelmezni. A bécsi szerződés 21. cikkelye alapján az a fenntartás, amit Azerbajdzsán jegyzett, automatikusan jár a másik félnek is. Tehát a másik fél ugyanazzal a fenntartással élhet, mint amit ő jegyzett. Bécsi szerződés 21-ben. Egy mondatot csak, nem akarom aztán lépni, nem akarom ezt a vitát eldönteni. Te is ennél egy-két évvel fiatalabb korodban még jogásznak számítottál, tehát nagyon jól tudod, hogy a jogot lehet így is, lehet úgy is értelmezni, mindig az érdekeknek megfelelően, ezért szoktuk ezt a paragrafus jelet felmutatni, hogy el lehessen benne mindenkinek bújnia. Következésképpen, amit a professzor úr idézett, ez teljesen így van, csak az a bizonyos 21 szakasz azt is tartalmazza, hogy az ilyen jellegű megállapodások vonatkozásait elé kell tárni a tanácsnak. Az Európa Tanács titkársága elé kell vinni az ilyen jogügyleteket. És biztos vagyok benne, ebben biztos vagyok, hogy ez itt nem történt meg. Tehát a jogérvényesség kérdéskörét igenis lehet feszegetni. Jó, beszéljünk most egy kicsit arról, hogy itt mindenki Orbán Viktort emlegeti, ő maga is nyilatkozott ebben az ügyben, láttuk a bejátszásban. Na de hát itt egy apparátusról van szó. Van egy külügyminisztérium, van egy közigazgatási és igazságügyi minisztérium, van két miniszter, Navracsics Tibor és Martonyi János. Akik mind szénnél vannak égetve ebben az ügyben. Na most én meg azt gondolom, hogy én elolvastam Kerék Báci Szabolcs levelét Martonyi Jánoshoz, ami úgy kezdődik, hogy kedves János,
És akkor így csak néhány mondat az a lényeg. Miért nem ágálsz az általad is évek óta szorgalmazott nyugati integrációnkkal ellentétes politika ellen, amely diktatúrákat emel stratégiai szövetségekké és távolítja a Magyarországot a transzatlanti közösségtől? És miért nincs egy szavad sem nemzetközi elszigetelésünkről, az SZMN térségi politikánkról és most az azeri baltásgyilkos kiadatásáról? Miért állsz szótlanul? Miért nem adsz határozott jelzést akár szóval, akár tetteneten lemondással? Lemondással. Egyértelműen nem hiszem el, hogy külső kényszer nélkül egyetértenél ezzel az álmokfutással. Most nekem ez az álláspontom, vagy legalábbis az volt az első érzésem, mielőtt ezt elolvastam is volna, hogy szerintem Martonyi János és Navracsis Tibor le fog mondani. Csak most még nem mondhatott le, mert ez egyszerűen Orbán Viktorral szemben egy belső munkatárstól megengedhetetlen. Most fogadok a fizetésembe, hogy két héten belül le fognak mondani. Hát én meg akkor tartanám, hogy viszem a fizetésedet. Le fognak mondani, mert az a véleményem, hogy két ilyen ekte értelmiségi emberre nincs igazán szükség. A Szijjártó Péterekre van szükség, a Kumin Ferencekre, a Budai Gyulákra, a Papcsák Ferencekre, a Meggyes Tamásokra. Ebben a körben ez a két ember kilógott. Jól látod, de nem kell személyeskedni a Zolinak. Mit személyeskedek? Hát megneveztél néhány fiatal embert. És csak hímneműeket. A típusokról beszélek. De lehetett volna a nőneműeket is. Na, lényegtelen. A Zoli nagyon okosan megérdezte, hogy mennyi a fizetésed. Mert szeretnénk tartani a tétet. Ő is, én is, és Kati is. A fizetésedet. Mert ennyire becsülitek az egyetemi oktató Navracsis Tibor. Nagyon fáj nem lehetett nekünk. Volna nagyon kiadni ezt az azeri baltást. Nekünk nagyon fáj, hogy ezt ehhez a nevüket adják, még akkor is, hogyha nem direkt módon, mert mint tudjuk, most van egy szuperminiszter a kormánynak, úgy hívják Szijjártó Péter. Ezt az ügyet ő bonyolította, én magam fülemmel hallgattam öreg korom ellenére sportolás közben, hogy ő meghívta az azeri teremfutball csapatot Dunakeszire futballozni, mert az azeri beszélgetés közben módja hát volt. Ez a keleti nyitáshoz fontos. Tartozik. És ennek része ez volt. Egy gesztus. Ennek része ez volt egy gesztus, mit csodálkozol? Az is gesztus, hogy Szafarov menjen haza. De, mert így döntött. De fordítsuk egy kicsit másik irányba. Szóval, ha fogjuk föl Orbán Viktor döntését, mert nyilván volt csak ő dönthetett ebben a kérdésben, és nem alacsonyabb szinten. Fogadjuk föl Orbán Viktor döntését egy kétségbe esett lépésnek. Magyarán, ha igaz az a feltevés, mert tegyük föl, semmiért nem engedték el, pusztán azért, mert meg akarták spórolni az itteni fogvatartás költségeit. Ez mondjuk sokba kerül, de talán mégis ezt még talán, hogy mondjam, nagy úri gesztusunkban, aki még a stadion építések mellett is el tudjuk viselni. Tehát, hogyha valóban ez a nagyjából 3 milliárd euró volt, akkor valószínűleg a tét, illetőleg az üzletnek a tárgya, akkor talán a professzor meg tudja mondani, hogy valóban van-e olyan szorult helyzetben Orbán Viktor, hogy ilyen szalmaszálakba is bele kelljen kapaszkodnia. Hát, mert csak egyetlen kérdés hozzá. Hát az IMF-et lehet kiváltani 3 milliárd euróval. Nem lehet. Nem lehet? Részét. Hát ezt mondja. Töredékét. Nem lehet. Kiváltani nem lehet. Itt van egy másik tényező, ami azért nem elhanyagolható. Az óriási dilettantizmus. Tehát kezdjük azzal, hogy a revesgetett tranzakció miszerint kötvény, kibocsátás, monát pénznemben, az azéri pénznemben 3 milliárd eurónak megfelelő összegben, amit az azéri olaj alapjegyezne le. Na most. Aki nem tud erről. Aki nem már erről. Megtagadták, azt mondták nem. Nem tud róla. Nem tud róla. Nem tud róla. Még nem kapták meg az utasítást. De ővi az olaj. Igen. Na most, ez egy agyrém. Ugyanis amit megtanulhattunk a devizahitelezés során az, hogy az árfolyam kockázat az nem egy vicc. Ebben a tranzakcióban a magyar állam nem egy, hanem két árfolyam kockázatot vállal, tehát duplázza az árfolyam kockázatot, hiszen forint, monát, piac, devizapiac nem létezik. A forintból át kell menni az euróba, és az euróból kell átmenni a monátba az ügy érdekében. Tehát dupla kockázatról van szó. Két lépcsős játék. Kettő. Miért vesz ez kötvény formát? Ugyanis, ha én kölcsönt kérek az azériektől, akkor az egy kölcsön. A kötvény azt jelenti, hogy én kibocsátok egy forgalomképes értékpapírt. Az azériek ezzel az értékpapírral mit fognak csinálni? Majd beváltják, amikor lejárt. Ez még jogosabbá teszi a kérdésemet. Nem. Kiviszik a piacra.
Kiviszik a piacra. Kiviszik a milyen piacra? Hát ez az. Tehát itt a magyar állam milyen kockázatokat vállal? Úgyhogy az egész konstrukció... Hát csak eljutottunk Matolcsiig. Ő biztos nem fog lemondani az hétszentsét. Azt kell mondjam, hogy a pancserség az még egy jó hiszemű olvasat. Továbbra is akkor jogos a kérdésem, hogy lehet, hogy akkora a baj, hogy még ezt a kockázatot is De a pancserség ott kezdődik, hogy Magyarország eldönt, hogy ki paterolja a valuta alapot. Az világos. Na hát, ilyen hülyeséget ki fog kitalálni Magyarországon kívül? És bepaterolja az azeri állami olajtársaságot. Ez hogy áll össze?